Na szóval ez egy ilyen felmérés. Ez egy felmérés, hogy mennyire vagytok okosok és mennyire tudjátok kiszűrni a névlapokat. Na nézzük, mennyire vagytok okosak. Egyelőre ugye még nem hiszik el nekem, hogy én vagyok az. De lehet, hogyha... Ott már írják, hogy viccelek, nem te vagy az igazi. Na, nem tudom mennyire lehet hallani, de egyik gyerek azt mondta, hogy szerverűrítő van a fegyveremben, úgyhogy ez a rendes. Tehát van, aki okos tényleg. Ő az igazi, és igen, kezdenek rájönni. Igen, szerverűrítő van a fegyverében. Na, van, aki tényleg okosabb. Ja. Hát, ja, igazából... Ja, képet is tudják nézni, igen. Hát akkor büszke vagyok rátok, rátok tudok jönni, hogy én tényleg az igazi vagyok, vagy sem. Hát tényleg akkor... Ja. Akkor szerintem kezdjünk is bele magába a gameplaybe, hogyha már ez a kis felmérés is már megvolt. Na, van azért, aki azt mondja, hogy nem ő. De igazából a legtöbben rögtön tudtátok, hogy én vagyok az, vagy sem. Tehát, ja, ügyesek vagytok. Aha, írják fel, hogy szerverűrítő van a fegyveremben. De igazából jól csináljátok, vagyis hát nem tudom, nézzétek a videót. Ti, akik itt most próbáltok kiderült, hogy én vagyok az. Jól csináljátok igazából, hogyha a gyerek nem szólal meg a mikrofonba, akkor az nem én vagyok igazából. Szóval mindjárt el is oszlatom itt a tévhitet, és megszólalok a mikrofonba. És akkor majd meglátják ők is, hogy tényleg én vagyok az. Na nézzük, hogy hogyan reagálnak. Na, amúgy én vagyok az igazi, csak mondom. Nos. Amúgy ügyesek vagytok, tényleg ki tudtátok deríteni. Na ja, ügyesek voltatok. Ja, az is egy dolog, ja igen, igaz. Na, akkor ezek szerint rá tudtok jönni. Á, híre is, hogy de igaz, olyan pro, mint az igazi. Köszi. Na, szóval, ja, akkor ezek szerint ki tudjátok deríteni, akkor ügyesek vagytok, és így tovább, ugye. Amennyiben nem akar megszólalni a viccelek, akkor az lehet, hogy nem én vagyok. Illetve, hogy a fegyvere mondjuk nem szerverűrítő meg ilyenek, akkor az szintén nem én vagyok. Igazából nem tudom, mennyit lehetett hallani ebből az egész beszélgetésből, de szerintem egy feliratozom, hogy ti is halljátok azt, amit ők itt most beszéltek. Bár nem tudom, tényleg mennyire lehet majd ezt így visszahallani. Na viszont szerintem kezdjünk is bele a videóba, itt ennél több így már nem nagyon lesz. Tudják, hogy én vagyok, az megoldottátok, ügyesek voltok. Oké, akkor egy vágás, és már magával a gameplay elindulok szerintem. Ups, azért egy utolsó halál még szerintem belefér. Itt volt valaki, nem? Ups, ajaj, és nem ugrott bele. Jó, akkor vágom, és már jövök is. Hello mindenki, viccelek, és az UVF. Azaz, unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt Team Fortress 2 gameplayemnek 62. része lesz, amit ugye miután láttátok ezt a szép kis bevezetőt, hogy ki tudjátok szűrni a névlapokat, azt javaslom, hogy kezdjünk is bele rögtön így az egészbe. Úgyhogy akkor tényleg még egyszer mondom, hogy elég egyszerű kiszűrni a névlapokat, bár mostanában már nem nagyon láttam őket. Valószínűleg lehet, hogy mondhatok nekik egy-két nem szép szót, és lehet, hogy be is fejezték ilyen névlapást, legalábbis ezen a szerveren. A lényeg az, hogy valakinek hogy a képe alapból is nem olyan, amilyen nekem, akkor az nem én vagyok, illetve amit még láthattatok, egy nagyon-nagyon jó kis dolog, hogyha esetleg nincsen a fegyveremben Strange, illetve nem szerverőrítő, akkor az úgy szintén nem én vagyok. Ez is jó dolog, ezt nem is gondoltam volna. Hát ugye volt, aki azt mondta, hogy jól játszok, szóval én vagyok, de hát azért vannak, hogy mondjuk más is jól játszik, és mégsem én vagyok. Meg hát, értitek, tehát azért én sem vagyok annyira nagyon pro, hogy erről tényleg... Az szép volt viszont, azt elmakkoltam. Ó, nem figyeltem, lol. Szóval, ja. Szóval, amit igazából hogy még el kell, hogy mondjak, az még egy-két ilyen dolog, így még mellékesen. Tehát, hogy igazából, ami így még tetszett nekem ebbe az egész dologba, a szerveres ügyben az az, hogy nagyon is jó kis magyar közösséget hoztunk össze ebből az egész szerverből. Na most ugye
Említettem, hogy ez a szerver talán orosz vagy ukrán, nem tudom, szerintem vagy orosz vagy ukrán szerver, pontosan ezt nem tudom, bocsánat, de az az igazság, hogy nagyon is jó magyar közösség lett ebből, tehát hogy tegnap is feljöttem, és tele voltunk itt magyarokkal ugyebár, és tök jó csapatmunka volt az egész, hogy mondtam, hogy hova támadjunk, mindenki jött oda, hílelt engem, stb. Tehát tényleg, hogy az jól sikerült ez az egész dolog, hogy most itt teljesen tele vagyunk magyarokkal, meg jól játszunk, meg összejátszunk a csapatmunka, stb. Tehát, hogy ennek itt nagyon örülök, és egyébként tényleg bárki jöhet ide játszani. Nem az én szerverem, tehát hogyha esetleg valaki mondjuk nem tudom, elkezd beszélni admin ügyben, hogy kinek kell admin, meg ilyenek, akkor az ugye tőle nem fog kapni, mert nem én vagyok a tulaj. Egyébként ezt a szervert is csak úgy találtam még régebben, úgy nem is tudom, hogy ja igen, azt hiszem Orange pályákat kerestem, ugye ez is az Orange van egész nap, csak mindenféle verzióban, és akkor találtam egy ilyet, hogy 100%-ot, akkoriban még nagyon nagy hülyeségnek tartottam, de igazából mióta megvan a Strange-om, azóta mindig csak is itt tolom és pakolok bele öléseket, mert hát az jó móka tulajdonképpen. Úgyhogy ugye így is találtam rá, azt hiszem, talán nem biztos, de szerintem valahogyan így történhetett, és azóta pedig itt egy folytában ezen játszok. Na, szép volt. Ups, azt, amit elmakoltam, hoppá, azt hiszem már nem tudtam. Tényleg azért örülök neki, hogy ilyen jó fej magyarok is léteznek még, és nem csak azok az ilyen akármilyen trollok, illetve ilyen szeretett hiányos emberek. Úgyhogy ez így tetszett nekem tényleg, hogy erre rájöttem, ennyire jó kis közösséget sikerült itt összehozni. Ugye mondom még egyszer, a névlopókkal ne foglalkozzatok, hogyha esetleg valamit kér, akkor ne adjatok nekik, és már is megvan oldva, tehát nem kell nekik külön törődni, hogy mondjuk nem tudom, hogy mennyi nem, mert nem te vagy az, vagy hogy miért lopod a nevét, az tök mindegy. Bár azért láttam már olyan embert, aki eléggé szépen elküldte innen, az a még röhögtem is. Csávó ugye ott ír, hogy én vagyok, az csak most fáj a torkom, meg ilyenek, nem akar beszélni. A gyerek meg simán csak így elküldte őt, hogy valami csúnya szót mondott neki, hogy takarodj innen, meg ilyesmi, még egyszer meglátok, felruglak, ugye meg ilyenek, szóval voltak így oldotta meg, voltak, akinek csak is simán lazán így mondta neki, hogy menj innen. Volt, aki nem is foglalkozik vele, akármelyik jó. Oké, és akkor most már így a beszélgetős rész után jöhet a satöbbi rész, úgyhogy támadjunk is szerintem. Oda belövök párat, mert ups, visszafoglalta azt az ellenség. Viszont most jól lenne előre menni szerintem, legalábbis örülnék neki, hogyha megbírnánk itt kicsit rohamozni a B pontjukat. Hát igen, sok idő lenne onnan elteleportálni. Ott viszont nagyon-nagyon sok most a sniper, az, ami nekem nem nagyon tetszik, de igazából ez van, tehát hogy valahogyan majd csak megoldjuk. Viszont most nagyon itt támadgatnak minket. Valaki itt most nagyon néz engem, azt tuti. Aha, ott is vannak. Ajaj, én igazából félek, mert itt, mint hogyha még ott lesz. Lol, szép volt, fordulásból kilőtte. Is van az, jaj. Most pedig már pont kilőttem volna. Most viszont eléggé betámadnak minket, azt hiszem. Főleg így a heavy-kkel, meg az ilyen egyéb kasztokkal. Szerintem be kellene egy kicsit állnom sniper, mert ugye itt most nem lehet mit összehozni soldierrel. Itt látjátok, ugye mindenhol ott vannak már és védekeznek, nem hagyják, hogy foglaljunk. Ilyenkor kellene ugye egy jobb sniper, aki tényleg tud is sniperkedni, és esetleg bevédeni egy-két emberkét, aki előre nyomul és megpróbál pontot foglalni. Ez is egy jó kis taktika tud lenni. Lehet tényleg mindjárt beállok sniperre. Ezt így még ott besorozgatom, hát ha valaki pont belemegy. Nem valószínű, de hát ki tudja. Hát, ja, ilyen az én szerencsém. Na azért jó, azért nem maradok úgy, hogy nem ölök, de akkor is ez csak egy. Na, az viszont már jobb volt. Na nézzük, van hely? Van. Akkor, nézd, hova is visz? Azt hiszem oda a középső pont elé. Aha, az jó. Na akkor támadjunk, próbálj meg legalábbis. Oké. Ajaj, észrevette, ajaj. Kár mondjuk, hogy most ennyire sok a sniper az ellenségnél, mert tényleg nem tudok soldierködni. Talán kicsikét megírtam őket, akkor már tudok majd menni azon is. Ugye a soldier az, mire kilövi őket, ugye a rakéta elrepül, stb. Az nagyon-nagyon sok ér, és addig engem simán ki tudnak lőni. Viszont sniperre, mint látjátok, nagyon-nagyon nem megy ez nekem, tehát hogy néha már játszottam vele, próbálkoztam, de úgy valahogyan nem tudok rájönni így a varázsára, hogy hogyan kellene tényleg úgy lőni, meg úgy tölteni, meg úgy kempelni, hogy ne vegyenek észre, hogy én lőjem őket, tehát valahogyan ez így nekem nem megy. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ez nekem úgy kicsikét még random, tehát hogy
mondom, ez az ilyen kempeléses dolgokat én nem annyira szeretem, főleg, hogyha csak ugye kempelés, tehát egy helyben állsz és nem csinál semmit, meg mindenre oda kell figyelni, spályokra, stb. Úgyhogy ezért nem nagyon megy az nekem. Na, bele akarsz futni? Acsém, de béna vagyok. Van valaki mögöttem? Nem. Oké, ezt csak eltaláltam. Ah, igen, ettől féltem. Tehát, hogy ugye ez az, amit mondok, hogy ezért nem tudok annyira játszani, mert nem tudok mindenhol oda figyelni. Tehát ez nekem úgy nem megy annyira. De hát ez van. Ott viszont ez a Demoman a Spy volt. Demoman a Spy! Na, azt hiszem már meghalt. Na viszont most foglalják vissza a középső pontot, én pedig nem tudok mit tenni, mert sniperrel biztos nem tudok úgy előre rohanni. Itt egy heavy volt. Viszont most sniperek is vannak. Ja, amúgy, bocsánat, hogyha sokáig így csöndben vagyok, akkor valószínűleg elkezdek kicsit koncentrálni, hogy oda tudjak figyelni és így lőjek, vagy valamit. Tehát, hogy azért vannak, amikor így csöndben maradok. Ugye a Soldiernél csak úgy lőni kell és aprítod az embereket, mert hát legalábbis az nekem, ami ugye legjobban megy, az a kaszt, viszont is sniper, oda is kell figyelni, ugye, stb., hogy tényleg úgy lőjél, hogy ne, tehát ne nagyon lőjél fölé, ne cseszd el, stb., úgyhogy ezért van az, hogy néha koncentrálok, akkor azért így nem beszélek. Viszont nem tudok fejre lőni. Ami úgy látszik is. Meg félek is, hogy most hova kell odafigyelni, hogy ne lőjön ki engem a sniper. Én hova figyeljek, hogy én kilőjek valakit. Egyébként most miért hílel engem itt egy medik? Tehát, hogy itt azért innen, hogy én sniper kellek ahhoz nekem, szerintem nem kell annyira medik. Mindegy, majd szólok neki. Azt eltaláltam vajon? Aminém. Ja, az velem van, mi? Az ott az ellenség volt. Na hát akkor támadás. Bár szerintem ez a sniperkedés, ezt nem nagyon kell erőltetni, mert ez így nagyon szar. De mondom. Na most ez beadta fejre, na még egyet. Mondom, na még egyet. Ott volt viszont az egy ellenség. Ó, az bekapta azért a fejest. Oké. Okay. Ez most ott is lőnek sniperrel. Ajaj. Nem jó. Oké. Okay. Egyelőre itt még el vagyok. Csak hogyha most egyszerre kijönnek sokan, akkor az nekem már tényleg nem lesz jó. Á, igen, ettől féltem. Annyira sokan vannak, hogy félek és nem tudom melyiket lőjem. Ez úgy vagy mindig megtörténik velem. Tehát, hogy kijönnek hárman, ugye az van az emberben, hogy akárhova lövök, biztos ellövöm az egyiket. De nem, nálam ez úgy, hogy a három közül biztos, hogy így elmegy a kettő között legalább. Vagy simán csak fölé megy a fenébe. Tehát, hogy az azért, hogy rögtön ellőjem őket, az nálam ugye sose jön össze kb. Mindig ellövök mellettük. Á, tudtam. Ettől féltem, hogy ugye bejönnek hátulról, ami ugye a snipereknek a rémálmuk általában. Ez pedig mindig megtörténik, ezzel nem lehet mit tenni. Jó, még a spy ellen ugye ott van az a cuccos, az a visszavágó, nem az más, vagy igen? Mindegy, van egy ilyen cucc, ami ugye visszaüti a spyoknak a hátbaszúrását, de így más dologra nagyon nincsen. Esetleg még van ez, ami még tölti a HP-met, ezt kipróbálom ilyen. Úgyhogy most elvileg felvettem, majd mindjárt, ja igen, felvettem, mert már nincsen meg a gépfegyverem. Ezzel elvileg, hogyha hátrálok, akkor úgy lassabban mozgok talán. De, aha igen, lassabban mozgok, hogyha próbálok mozogni, ez nem jó. Ez nem jó. Tehát annyira lassan mozgok, mint hogyha kb. C-be shiftelnék is, meg googolnék is, ami ugye nincsen, és úgy mennék, tehát kicsit rossz számomra. Most viszont jobb lenne inkább felmenni újra, mert innen nem nagyon tudok lőni, úgyhogy le is estem, úgyhogy tényleg sebezzek is, csak így random lövök párat. De öcsém befutott elém, és nem láttam, hogy hol vagyok. Annak viszont már eléggé véres volt a szeme, meg kaphatott párat. Ó, pont szétszették, vagy pont elvitte. Arrébb vitte le, de vajon öcsém, most ide behoz, és amint ide teleportálsz, rögtön már lőnek is. Öcsém, nem bírok lőni. De mindig az bírom, amikor bejönnek elém, és hirtelen elrántam onnan a fegyvert. Az a csáva meg ott úgy lagol, hogy nem bírom belőni se. Össze is szolgálandozik. De van még hely, Soldier-on nincs, akkor inkább megyek vissza ide. Ez a teleport viszont kicsikét érdekes számomra, hogy rögtön úgy dob, hogy az ellenség már lőjön is téged. Bár most elvileg arrébb vitte. Ja, másik oldalát szeppelték? Fantasztik. Na, mi van?
oké, ez már én jövök. De öcsém leszöppelik a túloldalát, és ezek meg szarnak rá. Oké, most viszont oda a középső pontunk is sajnos. Pont ilyenkor nem vagyok Soldier-ről, amikor lehetne nagyokat aprítani. Azért egy-két makkolás így is összejön néha-néha. Na, halljál már meg. Jó, egyelőre. Az viszont Spy volt. Hát nem tudom, használta haláli ketyegőt. Milyen pálya? Orange? Hát biztos, benyomok egy F1-et, bár úgyse lesz az. Nem tudom, milyen pálya az. Na jó van. Igazából, bocsánat, de ez a gameplay, ez most nem valami értelmes és ilyen, és normális. Valahogyan nem megy, és nincsen is nagyon úgy miről beszélni, stb. Tehát, hogy igazából most én nem lehetek Soldier-rel sajnos. Plusz sniperrel béna vagyok, és hát Soldier alapból sem lehetné, mert ugye túl sok itt a sniper. 3-ból 1, vagy hát 4-ből 1 biztos, hogy ellő engem, hogyha tényleg oda is figyelnek. Márpedig ezek most oda is figyeltek. Tehát emiatt tényleg most bocsánat, a legközelebb az majd jobb lesz, az tuti. Majd megpróbálok annyit úgy összehozni, hogy olyan csapatban vagy olyankor jövök, amikor nincsen annyi Soldier, stb. Majd meglátjuk. Ó, ez jó volt. Bár ez a hely itt most nem tűnik nekem annyira rossznak. Talán egy-kettőt ki tudok meglőni. És átmegy a feje fölött. Most be van töltve. Aha, pont ilyenkor lőnek ki. Igazából, hogyha be van töltve az a villámjel, tehát ez a krites dolog, akkor olyankor maximum sebzést lövök, akár egyszerre 400-at is tudok vele lőni. Azt hiszem. Ami azért eléggé jó dolog. Ez is egy igaz dolog. Olyankor akár egy lövésre megölök bárkit. Csak hát ugye az sok idő betölteni. De itt viszont krites szerveren be se kell tölti, mert rögtön 150-et rálő a csávú, a sniperes. Hát igazából ez a gameplay itt lehet, hogy ennyi lesz, mert most jövök rá, hogy ugye az első kis bevágás már, mint az a kis hülyeség, amikor ugye bemutat, hát hülyeség, nem tudom most, hogy nevezzem meg, tehát hogy az a kis dolog, amikor az elején mutatom, hogy hogyan szűrítek ki a névlopókat, az is egy, nem is tudom, 3 perc volt. Tényleg azt minek nevezzem? Hát bevágás. Vagy valami más. Úgyhogy akkor azzal együtt ez így már 16 perc körül lehet. Az igazság pillanata itt hagyott engem cserben. Jó, azért 2 scoutot egyszerre kilőni, az tényleg mestermunka lenne. Főleg itt csak így össze-vissza makkolgatva. Spy vagy nem? Jó van. Az ott egy épület? Szerintem az az. Most az... Igaz, egy füstölgő szentri lenne? Csak mert én most nem tudom sebezni. Oké, felrobbantottuk, jó van. Oké, és... Oké, és... És mindjárt meghalok. De ne állj már be, mert azt akarom kilőni. Bár így is jó, hogy most mind a kettőt kilőttem. Mekkora már? Lőni akarok, az a csávó elém ugrik, azt még őt is megölöm. Nem rossz. Na, támadása fel újra. Igazából azért nem tudom mióta, hogy ez a pálya. Bár azt tudom, hogy már ugye végigment az idő, tehát ez így már a hosszabbítás. Hopp, kilőlek? Nem, mégsem. Tehát ugye ez így már a hosszabbítás, azt úgy vágom csak, hogy nem tudom mióta, hogy ez a pálya. Tehát, hogy azért nem hinném, hogy nagyon meg fogjuk ezt így már nyerni. Ups. Ajaj, lőnek. Ez viszont egy spy volt, hogyha minden igaz. És minden igaz. Vigyázzál már? Oké, már meghalt. Na. Ops. Ott is van. Júj! Félek, ott is van egy a ponton. Az a meghalt. De nem igaz, nem bírom belőni. Öcsém! Hát ez komoly! Nem bírom belőni. Na. Júj! Nem bírok már tényleg lőni se. Azt azért csak belőttem, azt a lassú csávot, ugye heavy-t. Na, itt van valaki, mint hogyha lőne, igen. Na jó, viszont akkor ez a videó úgy most ennyi lenne, legközelebb majd visszatérek. Hát, lehet majd még lesz egy dotási dolgom is, nem tudom, hogy hányan szeretitek. Hát van, aki tényleg azt szereti csak, van, aki azt is, meg ezt is, van, aki csak ezt. Tehát a lényeg az, hogy igazából próbálok mind a kettő videóból adni, illetve majd lesz még BFS is, mert az is már régen volt, bár én most nagyon-nagyon sokáig nem BFS-tem, úgyhogy eléggé béna vagyok már benne. Gyakorolni kell, majd talán gyakorlok így még videóban. Ezt viszont most... Á, és jöttek hátba.
Úgyhogy akkor ez a videó itt most szerintem véget ér, majd legközelebb visszatérek, addig is megköszönöm a figyelmeteket, és majd itt találkozunk valószínűleg holnap. Úgyhogy tényleg, sziasztok!